te, hogy mi akarok oda menni? Ez egy olyan dolog, hogy ő is, meg én is abban nőttem föl, hogy amikor ott álltam Újpesten egy utcasarkon, és szépen ki voltam rakva zöld-fehérre, odajöttek hozzám és összevertek. És ebben nőttem föl, két variáns van. Vagy nem mehet meccsre, vagy fölállok és én fogok elsőt ütni. De nem olyat, aki privát szurkoló, hanem olyat, aki engem meg akar verni. És ez van mindenhol. Pillanat, honnan tudja, hogy ki a privát, a Farkasházi privát szurkoló? Hát ő privát szurkoló, igen, bár nem olyan láttam külföldön meg ilyen helyeken, tehát ő privát hazajön. Facebookban ott voltam a 03-on, ott voltam az 16-nál. De nem mindenhol, nem mindenhol. Hát mindig kikaptak, ahova mentem, most már Kabalából nem megyek. És akkor nem kell kimenni, vagy mi? És Pozsonyban ott voltam, de ott nem az újpestiek vettek. Kit? Engem? Nem, engem. Ja, az lehet. Én is kint voltam Pozsonyban, és mégsem volt, hogy sokan leírták. Tehát ez egy olyan kicsit fura dolog volt. Szóval maguk tulajdonképpen már úgy várják a hétvégét, amikor verekedhetnek egyet. Hát nem pont várjuk, de aki ebben nő föl, az tudja, hogy ez kell. Ez volt régen, ez van most is, lesz mindenkor. Ugyanez mind külföldön, Európa, Amerika, mindenhol. Kovács úr, akkor maga itt megfeszülhet. Ez mindig lesz. Én igazság szerint engem nagyon megdöbbentettek azok a szavak, amit a ferencvárosi szurkoló elmondott, mert egészen... Bocsánat, kérek, az újpesti szurkoló is elég megdöbbentő volt. Nem az döbbentett meg, hanem itt elhangzott ma a társam és a társam tükörképe. Érdemes lenne is egy műsort csinálni, hogy miért robbangatnak, miért ütik, miért vannak az ellentétek, és akkor miért várjuk el azt, hogy az az egyetlen erőszak levezető hely, ami a labdarúgó pálya, hogyha valóban csak ők beszélgetnék meg egymással ezeket a dolgokat, akkor miért nem hagyjuk, elnézést kérek, hogy ezt kell mondjam, hogy miért nem hagyjuk őket nyugodtan szurkolni? Azt hittem azt mondja, miért nem hagyjuk nyugodtan verekedni? Én még az ellen sem mondanék sem olyan rosszat, hogy ne legyenek olyan kijelölt területek, ahol ők nyugodtan bemehetnek és megbeszélik a problémáikat. De minek ehhez foci? Bocsánatot kérek. Mert ha nincs futball, akkor nincs. Ekörül van az egész. Ekörül van az egész. Tessék! Visszatérve itt előbb elhangzott a rendezés meg a rendőrség. Na most a rendőrségről csak annyit, hogy egy rólam rendőrségnek az a feladata, hogy tömeget oszlasson. Ezt ugye bár politikai dolgokra is fel tudja használni, amikor szükség van rá. Na most hol tud gyakorolni? Hát futballmérkőzése, hol máshol. Ez így van, kérdezze meg egy újpestit, egy kispestit. Engem lemegyek, mit tudom ez én, vidékre. Ez így még nem jutott eszembe. Hát pedig jobb, hogy kicsit azért. Lemegyek vidékre, a szurkolókat rendszeresen verik mindenhol. Mindenhol a szurkolókat. És van egy nagyobb mérkőzés, ahol a tömeg fel van spanolva, és visszafordul. Kész, ennyi. Ennyi. De kérdezze meg márkit. Hány ember volt olyan újpesti kispesti, megfogta a rendőr, berakta az autóba, kivitte az erdőbe, rommá verte, majd elengedte. Kérdezzem meg egy pár embert. Köszi. Tessék. Réti Zsolt vagyok Újpestről. Azt szeretném mondani, hát most láttuk a jéghegynek a csúcsát, de ez nem minden. Én arra szeretnék visszatérni, amit a Szilágyi úr mondott, hogy nagyon kevesen foglalkoznak a szurkolókkal itt Magyarországon, ez az egyik dolog, és akik foglalkoznak, akik véleményt alkotnak a szurkolókról, azok nem mindig a megfelelő dolgokat mondják. Visszatérnék, amit az úr mondott, én 3 éve olvastam ezt a szociológiai tanulmányt, amiben kimutatták, hogy 40%-a az embereknek Magyarországon biciklivel jár meccsre. Például én a hölgyet fölhívtam akkor telefonon, közöltem vele, hogy én egy ultra szurkoló csoportnak a vezetője vagyok, és mintegy 8 éve foglalkozom a szervezett szurkolással Európában, tudok neki anyagot mutatni, videót, fényképet, leveleket, mindenkit ismerek Európában majdnem, tehát rengeteg embert segítek, hogy normális képet kapjon a szurkolókról, a szurkolók világáról. Azóta hív telefonon. Ez teljesen... Nagyon röviden, mert vége az adásidőnek. Igen, a másik, a Farkasházi úrnak szeretném mondani, hogy nem feltétlenül fontos a politikát állandóan belekeverni a labdarúgásba, ez sehol nincsen. Még Horvátországba se bírták belekeverni a horvát csapatot. Félreértette, amit ő mondott, azért közbeszólok, ő nem ezt mondta. Uraim, hölgyeim, köszönöm szépen az aktív részvételt, önöknek pedig a figyelmet, 2 hét múlva ismét jelentkezünk.